A VMS központi ünnepsége 18 órakor kezdődött Szabadkán a Jádrán színpadon. A rendezvény díszvendége Novák Katalin volt. A szabadságot csak apránként tudja visszaszerezni egy nemzet, mondta a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke. Emlékeztetett arra, hogy a jó magyar gazdasági eredmények mellett az elmúlt években Szerbia gazdasága is talpra állt, és ezzel megalapozott lett a szülőföldön való boldogulás. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány fontosnak tartja a szabadkai zsinagóga felújítását, a vajdasági gazdaságfejlesztési, valamint Köldökzsinór programot és a Belgrád-Budapest vasútvonal felújítását. A mai szabadságharcot két fronton kell megvívni. Egyrészt a kerítéssel, másrészt merni kell magyarnak maradni, magyar gyermeket nevelni, folytatta Novák Katalin. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most április 8-án a külhoni magyarok is beleszólhatnak abba, hogy hogyan menjen tovább az a szekér, amiben a magyar nemzet ül. Deák Ferenc mondta az 1861-es országgyűlés feloszlatása előtt. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, és mindig kétséges. Ez a deáki bölcsesség azt tanítja nekünk, hogy félelemből soha nem mondjunk le arról, ami a miénk, mert ha hűségesen ragaszkodunk az örökségünkhöz, akkor azt is remélhetjük, hogy az idő és a kedvező szerencse még azt is visszaadhatja, amit erővel és hatalommal elvettek tőlünk. A magyar nemzet tagjának lenni azt is jelenti, hogy nem baj, hogy nem vagyunk sokan, mert csak az számít, hogy elegen legyünk. Sorsfordító pillanatokban mindig tudtunk elegen lenni, fogalmazott Pásztor István, a VMS elnöke. Ma nem tudhatjuk, hogy az elkövetkező pillanatokról milyen döntést fog hozni az idő. De azt tudnunk kell, hogy magyarnak lenni nem hajbókolás, nem megfutamodás, nem kuruckodó ellenszegülés, nem makacskodás, hanem vállalás. Olyan vállalás, amiért a nemzet nagyjai életüket adták, sorsukat áldozták fel, hogy nekünk könnyebb dolgunk legyen. Mert hogy könnyebb dolgunk van. Nem kell más tennünk, mint kitartanunk. A rendezvény a Nem tudom, mi a félelem és csüggedés című Urbán András rendezte ünnepi műsorral zárult. A műsort Lovas Ildikó írta és állította össze. Felléptek a Kosztolányi Dezső Színház színészei, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület tagjai és Csikós Krisztina vezényletével a Promuzika Kamara kórus is.